Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy 850 ezer forint helyett tudnál egy Sony 24-70-28 GM-et szerezni csak 330 ezer forintért? Elég vonzó ajánlat, nem? És igazából tudsz is, csak úgy hívják, hogy Samyang 24-70-28. A mai videóban arról fogunk beszélni, hogy mennyire közel van a teljesítménye ennek a két objektívnek, és úgy, hogy nekem megvan a 24-70 GM, el kell, hogy mondjam, hogy miért váltottam a Samyangra, és a pénz, a rengeteg pénz, amit megspóroltam, mi másra költöttem. Szóval mindenféleképpen nézd meg a videót, mert azon kívül, hogy elmondom az én saját véleményemet, át fogjuk beszélni a tulajdonságait, az árról lesz még szó, és megmutatok néhány képminőségi tesztet is, de előtte intro. Ez az egyetlen zoom objektív a Samyang objektíveket bemutató szériámban. A 24-70-28-as egy igazi trónkövetelő. Teljesen komolyan gondoltam, amit az intróban mondtam, hogy a Samyang egy igazi kihívója a Sony 24-70 GM-nek, ami 2,5-szer drágább. Hadd ismételjem meg, 2,5-szer drágább a Sony a Samyangnál. Ugyanis a Sony az 850 ezer forintba kerül, amíg a Samyang csak 330 ezer forintba. 2,5-szer több. Ez nagyon durva. Csak képzeld el, hogy mennyi pénzt spórolhatsz és költhetsz más objektívekre vagy eszközökre. 500 ezer forint. Tényleg, csak képzeld el, hogy mi másra költenéd a pénzedet, és írd meg nekem a komment szekcióba, hogy mire költenél 500 ezer forintot, vagy csak megsporolnád, vagy a GM-et választanád, úgyhogy kommentelj a like gomb alatt, amit benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó. Valamint még ennek a szériának a végére meg fogok neked osztani néhány olyan tippet, amit talán segítheti a gondolkozásodat abba, hogy mire használhatnád úgy, hogyha nem a legdrágább objektíveket veszed meg, hanem optimalizálsz, és ezáltal a többi eszközzel, amihez így hozzáférsz, még egy magasabb szintre tudnád a produkciódat, a gyártásodat, a filmezésedet vinni. Szóval igen, mindenféleképpen nézd meg a videót a végéig, ugyanis átbeszéljük, hogy a 24-70 miért egy tökéletes zoom objektív, legalábbis az én véleményem szerint. Mert a széles látószögű 24 mm-es vlog stílusú shotoktól kezdve a 70 mm-es szinte már telefotóhoz gyönyörű bokét ad, és a fix 2.8-as blendének köszönhetően mindig el tudunk érni egy gyönyörű képet, egy gyönyörű hatást. A Samyang objektív ugyanolyan robusztus, mint a Sony GM. 17 részből áll, 9 speciális üveggel, prémium anyagokkal, a Samyang 24-70 amúgy mindenféle por és vízálló, 7 különböző részen, és a lineáris STM motornak köszönhetően nagyon gyors és szinte alig hallható az autofókusza. Szerintem mind fotósoknak, de videósoknak is egy nagyon jó választás, hiszen arra is optimalizálva van. Konkrétan a Samyang egy színe kit nevű dolgot ajánl, vagy egy pluszba meg lehet venni, amiben van fókuszálás, follow fókusz, még állványhoz is csatlakoztathatjuk, hogy még professzionálisabbak legyenek a felvételeink. A negatív oldalon kettő dolgot tudnék mondani, és ezt a két dolgot úgy mondom, hogy ugyanez a két problémám van a 2,5-szer drágább Sony GM objektívvel. Az optikai stabilizáció és a minimális fókuszálási távolság. Valami oknál fogva nincsen olyan 24-70-es fix 2.8-as objektív, ami rendelkezne belső képstabilizátorral. Továbbá lehet, hogy azért, mert ilyen nagy a range távolsága, de a minimum fókuszálási táv az 35 cm. Úgyhogy, ha szeretnénk ilyen nagyon közeli felvételeket csinálni, akkor csak tudnunk kell, hogy ez a zoom lencse nem arra való. Még egy dolog, amit a Samyangról kiemelnék, hogy van egy ilyen custom funkciója, amivel mind a blendét, vagy például az AF, MF között tudunk választani, úgyhogy eléggé robusztus és nagyon hasonlít a GM-hez, ami vonzó, nem? De te mit választanál? A Samyangot, vagy a Sonyt, vagy valamilyen teljesen más objektíved van? Kérlek, mondd meg a kommentbe, hogy mi a te választásod.
megmutatom, hogy milyen a kép, milyen a fókusza, és a harang. Amíg harangozik, el is tűnök. És visszajöttem, milyen a fókusz, közben elkezdek hátra menni, és majd futni is fogok, amíg harangoznak. Még mindig harangoznak, álljunk át 70-re, nézzük meg úgy. Most nagyon közel kell, hogy legyek, nézzünk meg így egy zoom tesztet, bár így nem biztos, hogy bármikor vennénk fel. És nem is áll át, ahogy látom, mi van, ha közben fókuszálok. Oké, rajtam van egy trekking, szépen megyek hátra, nézzük meg így, hogy milyen 70-en. Milyen a fókusz így. És ahogy ígértem, jönni fog egy képminőségi és fókuszálási teszt is, amit egy összehasonlító videóba raktam vele, és még egy krimi b-rollt is csináltam hozzá, úgyhogy azt a videót itt meg tudod nézni, ugyanúgy, ahogy más Samyang lencsékről készült bemutatómat is, mint például az 50-es vagy 85-ös Prime 1.4-es lencsékről is. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, lájkold és iratkozz fel a csengővel együtt, ugyanis rengeteg nem csak ilyen review-s tartalmam, hanem behind the scenes-es forgatásos videóim is jönnek, ami megmutatom, hogy hogyan készítem a krimi b-rolljaimat. Remélem, hogy találkozunk valamelyik videóba, mondjuk ezekben. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!